végre, brótok! El se hiszem, már annyi ideje erre vártam. Úgyhogy bizony, most együtt meg fogjuk tekinteni az új brótokot. A csatornára pedig már közel 198 ezeren feliratkoztatok. Ami brutális, de az is brutális, hogy páran még mindig nem iratkoztatok fel. Pedig tudjátok jó, hogy minden brótokot új sneak peek-es videók követnek. Avagy ha nem akarsz lemaradni a legfrissebb újdonságokról, hírekről, akkor érdemes feliratkozni a csatornára. És érdemes minden héten beírni a Brawl Stars-ba a csuszi kódot. Használd te is a világ legjobb kódját, a csuszi kódot, yay! Na de akkor kezdhetjük! Már nagyon izgatott vagyok, a nyári Brawl Talkok mindig annyira királyok, és most nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ryan nélkül milyen is lesz. Na csapjunk is bele! És tényleg dínos tematika jön, ráadásul akvaparkos is! Ú, de király, jól néz ki ez a Summer Jesse cosplay! És az új Morty skin jönni fog! A Jurassic referencia, de már! The Summer of Dinosaurs! Csak nem maradhatott ki Ryan. Hát minden évben ő mondta ezt. Na hát akkor mégsem maradt ki a Brawl Talkból. Csak nem Baywatch-os referencia. Az új karakter tényleg dino lett. Wow! Hát nem épp az év munkása, az látszódik. Nem a legügyesebb. Mindent elront. Tipikus. Mi az a Frank-en? Oj, szépen lepacsiszta. GG, meg is fulladból. Jaj. De jó lesz ez. Na, hetedik season. És Jurassic Splash nevet kapta. Oké. És a dinók, illetve a nyár kombója ott van, Buzz. Az új karakter, ő lesz a kromatikus, aki nem a legügyesebb, ugye olyan rövidek a karjai, meg kicsi, viszont nagyon szereti megmondani, hogy mit kell csinálni, vagy mit nem lehet csinálni. Sőt, el is futnánk inkább előle. Mert hogy közelharci, ugye, hát eléggé tud így ütögetni. És a szuperje pedig az, hogy oda tudja húzni valahova magát, és le is stunnolja egy kicsi időre. Ez nem rossz, a damage sem rossz. És egy punk együttesben is játszik. Ó, ez lesz a Brawl Pass-nek a végső, ez pedig az első. Skinje. Az jó, az a punkos skin. Dino, Leon, Beast Time. És emellett pedig még jönnek más skinek, ott a Beast Time! De jó skinek! Ez pedig a Super Celles, amit Francie csinált. Wow, ezek nagyon jók! Ezek voltak a nyári skinek. Burger Lou, Herms Max, és a Megabox Daryl. Így is van, ezt pedig ingyen behúzhatjuk. Á, nem láttuk a gurulását. Itt pedig az együttes többi tagja, Trash Poco, Wicked Stu, és aki pedig nem az együttes tagja, a Vicious B. Viszont ezt a challenge-ben meg lehet teljesen ingyen szerezni. Oh, és utána pedig meg lehet megvásárolni. Aha. Partnerségben vannak valami latin amerikai foci bajnoksággal. But also is the first e-sports tournament. Mi van? Itt is lesz valami challenge, illetve valami e-sport is, amiben azok a csapatok fognak játszani, akik alapból ott vannak, latin-amerikai. Jézus, hát ezeket nem ismerem, viszont akkor lesz valami ilyen e-sport rendezvény is. What? Na erre kíváncsi vagyok erre a bajnokságra. Ez tökre hangulatos nyáron. Azok a skinek nem is olyan rosszak. Főleg, hogyha lehet customolni. Mi az a csapda? A Knockout most már végleges lesz, és új pályák jönnek. Mi volt ez a csapda? Championship-es jutalmak, a challenge-en. Full áll, meg lesznek változtatva, mi? Három új játékmód. És igen, amit mondtak, hogy 3.5, de most csak 3-at mutatott. Viszont a röplabda játékmód. Az a lényeg, hogy nem szabad engedni, hogy leessen. És itt van a kosárlabda is, amit már annyian mondtak. Meg látszódnak ezek a spawn pontok. Hold the trophy. Hold the trophy! Oké! Aki tovább tudja tartogatni magánál a trófeát, az a csapat nyer, viszont aki tartja magánál, ő lassabban mozog. A Present Plunder játékmód, mint tudjuk jól, már halott, viszont újjászületett a Trophy Thief játékmódá, amiben gyakorlatilag ugyanazt kell csinálni, csak egy trófeát kell ellopni és a helyére bedobni. Gondolom ez jobban megy a Brawl Stars eSports-os csatornán megtalálható trófeatolvajos sztorival. Wow! Jönnek a modifierok magmékörbe, végre!
És van kettő új a Supercharge is! Menj már fast brawlers! Ezek lehet, hogy jönnek az alappályákra is! Nagyon adnám! És öt új elem! Heal, poison, lassítás, gyorsítás, és az a csapda, az mi a fene? Hát akkor új pályákon is lesznek valószínűleg. Taka van! Oh yeah, Colette and Edgar's boss, Grief. He's an epic bro. Még egy karakter! Grief! Colette-nek és Edgar-nak a főnöke, aki a borravalót lopja el és azt dobálja. Takarodj már! Epic brawler! Ó, hát ez könnyen meg lehet szerezni. Hú, de jó! Te király ez a szuperje! Átmegy a falon visszafele, amikor jön. És jó is a sebzése! Na ez OP lehet! Az alaptávodása is jól nézett ki! Mi van? Júliusban full ingyen meg lehet szerezni, hogyha kivisszük a challenge-et! És hamarabb kapjuk meg, mint mások így, mivel egy héten utána lehet majd ládákból kinyitni, nem sikerülne behozni. 10 új gadget is jön még! Takarodj már! Illetve kapunk még rare pineket is, karakterekre egyet pluszba, és jön Coltra, illetve Mr. P-re, a True Silver Trugolt. Két hónap múlva, hát akkor igen, mint amire gondoltunk, akkor találkozunk. That's right, but when exactly? Every time Danny talks. Mindig ezt kell mondani, hogy that's right. Így van, Dani, így van. Mindig, amikor Dani beszél. Hay tres modos nuevos y robo de regalos vuelve, pero es un poquito diferente. Annyira hallatszódik az akcentus amúgy. Yep, they're doing great, but I don't know about these costumes. Csak feltűnt Ryan! Hát ez hihetetlen király volt, rengeteg tartalmat fogunk kapni! 6,5 perces Brawl Talk! Normális! Azt a mindenit! Ezek a nyári skillek iszonyat jól néznek ki! Emellett a Brawl Pass-es szörfös, illetve a Buskin, és az a Jet Ski is Power League Jackie skin! Menj már, gyakorlatilag ingyen meg lehet szerezni! És még annál is több challenge, amin ingyen skineket, ingyen karaktert szerezhetünk! Hát pont erről beszélt a napokban, hogy milyen jó lenne, ha jönne több challenge. Szerintem ennyi dolgot ingyen még a játékban ilyen rövid időn belül soha nem szerezhettünk. Hát azok az új játékmódok pedig mennyire hangulatosak. Kosárlabda, röplabda, trófeatartás. Úristen, ez az update szét fog szedni minket. Buzzról és Griffről pedig ne is beszéljünk, szerintem mind a kettő karakter nagyon jó lesz. Egy dino és egy pénztárgép, hát behalok. Azt tudja, hogy érdemes lesz a Brawl Pass-t megvásárolni. Ha esetleg tervezitek megvenni, akkor előtte ne felejtsétek el beírni a shopba a csuszi kódot. Ha tetszett a videó, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal, egy hatalmas feliratkozással, hogy ne maradjatok le az új sneak peek-es videókról, mivel tudjátok jól, hogy szinte minden Brawl Talk után sneak peek-es videók következnek. Komment szekcióba írd le, hogy neked mennyire tetszett az új Brawl Talk, a következő videóban találkozunk, legyetek addig is jók, na sziasztok!